A település aprajon adja ellátogatott a falunapra Dalmandon. A program része a már hagyománnyá vált főzőverseny, amelyre idén 13 csapat nevezett be. A bátor jelentkezők szívüket, lelküket belefőzték az ételbe, persze csak jelképesen. A cél az volt, hogy gasztronómiai tudásukkal megszerezzék a zsűri elismerését. Szarvas készül. Mi az, amit tudni kell erről a szarvaspöriről? Van benne minden jó, szívünk, lelkünk, meg a titkos hozzávalónk. Egy szarvaskörköltet főztünk, kis gombával, meg mindenfajta finomsággal. Tehát a gombától különleges ez a szarvaspörkölt? Nem, a szarvaspörkölt tőlünk különleges, nem a gombától. Mi beleadtuk szívünket, lelkünket, és ettől lett igazán finom. Az önkormányzat idén első ízben hirdetett süti versenyt Rákóczi János felsőleperdi születésű cukrász emlékére. 7 nevező próbálta meg elkészíteni a finom Rákóczi túróst. Süti versenyünk is van, egy Rákóczi túros sütemény versenyünk, amit meghirdettünk, ugyanis Rákóczi János Felsőlepedről származik. Ez ilyen kettősséget okoz így Dombovár és Dalmand, Alsóleperd, Felsőleperd és a közterületek közt, de Rákóczi János Felsőlepedden született. Annó őt Dombováron anyakönyvezték, mert nem volt Dalmandon még anyakönyv. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy a mi szülöttünk, és a Rákóczi túrós Dalmandhoz tartozik. A falunap az a rendezvény, amelyet a településvezetés minden évben igyekszik megtartani és összehozni az ott élő embereket. Örülünk a kormány támogatásának, hogy a kisfalvakba is juttatott forrást ahhoz, hogy mindenhol megtarthatják a falunapokat. Ez nagy segítség, mert nagyon sokakat ez tartott vissza attól, hogy egy falusi rendezvényük legyen. Természetesen nem csak az egyes településeknek jelent ez sokat, hiszen azt látjuk, hogy átjárnak a települések egyik másikhoz, úgyhogy ilyenkor megmozdul egy egész környék, és sok település az adott településnek az ünnepségére át tud menni, így nagyon sok embernek örömet tudunk ezáltal szerezni. Az idei eseményre vendégek is érkeztek, az osztrák Bad Blumau delegációja. A Bad Blumau község település, ausztriai település polgármesterét is meghívtuk, és képviselőtestületét is, mert úgy gondoltuk, hogy itt az idő, hogy megismerkedjünk. Tehát régóta a testvér településünk volt Bad Blumau, de Andrea is most lett először polgármester, tehát ő is az első ciklusát éli meg, mint én, és azt gondolom, hogy jól sikerült ez a mai nap, jól össze tudtunk ismerkedni. Meghívást kaptunk Bad Blumauval, tehát fog működni ez a kapcsolat. Szeretnénk, ha működne, én szeretném, ha ez folytatódna. Ők is így nyilatkoztak, hogy szeretnék, és ettől függetlenül tényleg azt mondom, hogy a testület, a vállalkozóink, a polgármester és a helyi vállalkozók az, akik vadásztársaságok, akik hozzátettek ehhez a falunaphoz, hogy az önkormányzatnak ne kerüljön pénzébe, és mindenki jól érezze magát. Bad Blumau polgármester asszony egy 500 euró értékű utalványt adományozott a dalmandi óvoda és iskola javára. Nagyon jól érzem magam. Első alkalommal vagyok itt Dalmandon. Gyönyörű a falu, és örülök annak, hogy a településeink között lévő kapcsolatot tovább építjük, és a jövőben több közös programban is részt veszünk. A rendezvényen búcsúztatták el a dalmandi óvoda vezetőjét, Govnikné Berklára, 45 év munkaviszony után vonult nyugdíjba. A 45 évről nagyon pozitívan tudok beszélni. Amit megéltem, és ebben a faluban éltem meg, az számomra egy csoda volt. Azért volt csoda, mert ide jöttem fiatal óvónőként, fiatal lányként, mondhatnám azt, és úgy éreztem, hogy azonnal elfogadott a falu, elfogadtak a szülők, a gyermekek, akik akkor az óvodában voltak, és a kolléganők, majdnem mindenki hasonló korú volt, mint én, amikor mi együtt elkezdtünk dolgozni, és elkezdtük építeni az óvodai nevelést itt Dalmandon. És nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy amit csinálunk, jól csináljuk, és ez mind-mind motivált bennünket arra, hogy még tovább, még tovább. A gyerekeket arcfestés, légvár, játszóház, íjászat és szumóverseny is várta a rendezvényen. A színpadon pedig késő estig váltották egymást a fellépők zenés, kulturális, szórakoztató műsorokkal.